Vetélkedő tarkítja a Várajai tábor programját, ahol a madéfalvi gyerekek mutathatták meg ügyességüket, rátermettségüket. Az egyhetes program során az erdélyi gyerekeknek számos látnivalóval és emlékezetes programmal kedveskedtek a vendéglátóbonyhádiak. Nekem tegnap volt a legjobb a fürdés, ott nagyon sokat csúszdáztunk, sokat is fürdettünk, úsztunk, jó volt a víz. Jó itt, mert egy csomó jó dolog van, például a Mecs Extrém Park, vagy a fürdő, ahol csütörtökön voltunk. A madéfalviakat vendéglátó bonyhádi gyerekek számára is érdekes és tanulságos volt ez az egy hét. Nagyon nagy élmény volt megismerni a madéfalvi gyermekeket, tudván, hogy a nagyszüleink is onnan származnak. Nagyon jó volt hallgatni a történeteiket, nagyon jó volt velük játszani, és nagyon könnyen megbarátkoznak a többiekkel. Már nagyon rég gondolta, az egész osztály gondolta, hogy egyszer ki kéne mennünk Erdélybe, pont Madéfalvára, mert mivel Bonyhád testvérvárosa Madéfalva. Mert eddig azt hittem, hogy a madéfalvi vagy bukminai gyerekek már teljesen városiak, de nem, mivel még mindig őrizik a hagyományokat. A táborozók szűkebb régiójuk Bonyhád nevezetességeivel is ismerkedtek, ahol fogadta őket Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolnamegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, és Filóni Ferenci Baja polgármester is. Arra gondoltunk a Városházán, hogy az idei Bethlen Gábor alapos testvértelepülési pályázatnál nem a felnőtteket, nem a hivatalos delegációkat a programjaira pályázunk, hanem a mi megújult várajai ifjúsági táborunkba szervezünk egy olyan tábort, ahol bonyhádi és madéfalvi gyerekek együtt táborozhatnak egy hétig. Nekik szerveztünk nagyon színes gazdag programot itt a környéken, a városba, hogy megismerjék Bonyhádot, a völgységet, és hogy legyen egy olyan kapcsolatteremtés köztük, ami talán sokkal tovább tart majd, mint a felnőttek hivatalos kapcsolata, szerintem ez az értelme az egésznek. Én biztos vagyok benne, hogy a jövő nyilván a fiatalokban rejlik, és ami számomra az egészben csodálatos, hogy ez mindenkinek ma már természetes legyen, holott mégsem az, ha belegondolunk, hogy 700 kilométerre Bonyhától ugyanúgy magyar szó hallangszik, holott átmenjünk egy államhatáron, és több száz kilométert utazunk, hogy egy másik településen ugyanúgy felcsendüljenek a magyar szavak. A gyerekek szájából ezt még jobb hallani, hiszen gyönyörűen ízesen beszélnek, igyekszem tanulni tőlük, mert nagyon szeretem, hogy ők kifejezik magukat, és igen, a hosszú távú kapcsolatban mindenképp ők a jövő, hiszen ők a fiatalság. A székelyföldi madéfalva és Bonyhád testvértelepülések, és arra gondoltunk, hogy ne csak a két település vezetői, képviselőtestületei vagy intézményvezetői, civil szervezetei találkozzanak egymással, hanem egyre inkább, ha már nemzeti újrakezdésről beszélünk, akkor egyre inkább a gyerekekre, a fiatalokra építsünk, és a testvér kapcsolatokat is rájuk építsük, és ezért polgármester asszonynak az volt az ötlete, hogy így iskola kezdés idején gyorsan még egy várajai tábort szervezünk meg a gyerekeknek. Nagy örömünkre szolgál az, hogy 24 kisdiák érkezett Madéfalváról, hozzájuk csatlakozott 19 bonyhádi diák, 4 pedagógussal, úgyhogy nincs is szebb tanévkezdet, hogy mindjárt egy erdei táborral tudják ezt nyitni a gyerekek. A tábor lebonyolításában jelentős szerepet vállaltak a bonyhádi diákok családtagjai is. Gyerekek mögött olyan szülői gárda áll, tehát a bonyhádi szülők, ahogy kitettek magukért, ugyanis szerdán este megjelent az osztályunkból 3 szülő, aki közel 400 fánkot hozott a gyerekeinknek, persze csoki öntettel, eper öntettel, kis tányérral kényeztettük őket. Erre tegnap este, amikor megérkeztünk a fürdőhelyről, megjelent a nagymama, a nagypapa, jöttek az unokához, és pontosan leszámolva 131 palacsintát sütöttek, különböző ízesítéssel, és megkérdezte az egyik erdélyi kisgyerek, hogy mondja már meg, hogy hát mennyi idő alatt készítette el, és akkor mondta, hogy reggel 9-kor nekiállt, és délután 2:30-ra mind a 131 palacsintát beízesítette. Az persze kérdés, hogy a hazautazást követően az iskolákban hogyan tudják majd hasznosítani az itt tapasztaltakat, túllép-e az egy hét élménye egy kirándulás emlékén. Sok-sok pozitív érzést, élményt, emléket, amit itt szereztünk,
Örülünk annak, hogy a gyerekeink tudják azt, hogy miért éppen Bonyhádra jöttünk, mivel hogy vannak közös gyökereink, talán mindegyik bonyhádi gyereknek van madéfalvi származása, és azt szeretnénk, hogyha ez az egész folytatódna, hogyha tovább tudnánk éltetni a kapcsolatot. Természetesen a fő cél az volt, hogy ismerkedjünk egy picit egymás kultúrájával, hogy összebarátkozzanak, hogy a tábor végére egy jó kis egységes csapatot tudjunk alkotni. Most így az utolsó nap azt mondhatom, hogy sikerült, ugyanis a gyerekek szívesen hallgatták egymás történeteit, népszokásait, tehát az erdélyi gyerekek elmesélték nekünk, hogy hogyan zajlik mondjuk télen egy disznóvágás náluk, ahol az én gyerekeim a bonyhádiak tátott szájjal hallgatták. Bemutattuk nekik a környezetünket, hogy mi itt a mecsek lábánál hol élünk, milyen gyönyörű környezetünk van. Tehát a fő cél az megvalósult, mert egységes kis csapattá kovácsoltuk őket. És bennünk marad az az élmény, amit ők nyújtottak számunkra. Titkon az a vágyunk, hogy egyszer ezek után mi is eljuthassunk akár Madéfalvára is, hogy láthassák ők is azt a környezetet, amiben ők élnek. Az egy hét együttlét eredményeként született kapcsolatok és barátságok jó alapul szolgálnak majd arra, hogy élő maradjon évek múlva is a Bonyhád-Madéfalvi testvérvárosi kapcsolat. További ilyen személyes kötődések a megszületett barátságok a közös emlékek talaján.